Balogh Ferenc vagyok, ipari építészettel foglalkozom 1994 óta. A speciális szaképítés és ipari építészet a fő szakterületünk. Így gyakorlatilag a fenntartatósági szakemberképzés révén úgy kapcsolódtunk be, hogy jellemzően ipari centrumokban, gyárakban végezzük a kivitelezéseinket, és gyakorlatilag itt mindenhol megjelenik a fenntartatóság, a szén-dioxid kibocsátás, illetve a felhalmozódott hulladék, veszélyes hulladék kezelése. És tulajdonképpen ezek azok a kérdések, amelyek engem is, illetve a vállalkozásainkat érdekelnek, hogy hogyan és miként lehet a felhalmozódott hulladékokat újrahasznosítani, kezelni, illetve hogyan lehet úgymond a beruházások értékét ezeknek a felhasználásával csökkenteni. Hány fős ez a cég egyébként? Mi egy kis vállalkozás vagyunk, 15 fővel dolgozunk jelen pillanatban, viszont akkora. Elég komoly és régi alvállalkozói körrel dolgozunk együtt. Tehát a speciális szakterület több szakmát is foglal egyben, és így jelen pillanatban a szakember hiány miatt nem igazából tudnánk megoldani, hogy egy komolyabb palettát összeállítsunk. Ha részleteznéd a tevékenységi kört, azt megköszönném, mert hogy az építőipar az úgy kicsit tág. Tehát a speciális szaképítés az az jelenti, hogy főleg beton, vasbeton és acélszerkezetnek a rekonstrukciójával foglalkozunk. Jó ideje arra nincs pénz, hogy új gyárakat építsünk, és így a meglévő erőműveket, szennyvíztisztító telepeket, gyártelepeket újítunk fel, és a vasbeton szerkezeteknek az elbontásával, újrahasznosításával tulajdonképpen megoldjuk a hulladékkezelés problémáját, hiszen nagy része visszaépíthető anyagként kerül be a rendszerbe, a körforgásba. Pontosan mi a cég neve és a székhelye? A Békentaur 94 BT, uh-huh. Szakmári székhelyel rendelkezünk. Nagyon szépen köszönöm az interjút. Köszönöm szépen.